Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, hiszen a sport után családot alapítottam a férjemmel, úgyhogy én boldog édesanyja vagyok egy 3,5 éves kislánynak. Mindamellett, hogy ez így kitölti a mindennapjaimat, azért a fizikálisan a sporttól úgy elszakadtam, de a tanulmányaimat folytattam, a doktori tanulmányaimat folytattam a Budapesti Corvinus Egyetemen, és ott a sportgazdaságtannal foglalkozom, úgyhogy valamilyen szinten maradtam a sport mellett. Hát számos ilyen emlékem van, csak tényleg a legjobbak, hiszen a leghosszabb időt ugye Győrbe töltöttem a pályafutásom alatt, úgyhogy minden legnagyobb eredmény, amit elértem, az Győrhöz kötődik, úgyhogy nagyon nehéz lenne kiragadni egyet, de tényleg az első bajnoki győzelem, az első MK győzelem, a BL győzelem, úgyhogy ilyen téren szerencsésnek érzem magamat, hogy egy ilyen közegbe lehettem, hogy ott kezdtem el az utánpótláskorban is komolyabban foglalkozni a kézlabdával, úgyhogy tényleg nem tudnék kiragadni egyet, mert számos dolog hirtelen így felvillan a fejembe, ha ezt kérdezik tőlem, úgyhogy én örülök, hogy részese lehettem ennek az egésznek ott. Igen, ezen gondolkodtam is, hogy kiket emeljek ki, de nem akarok senkit megsérteni, és inkább a korombeliekkel tartom nagyon szorosan a kapcsolatot, hiszen körülbelül együtt is hagytuk abba, mindenki ugye a babárt vár, úgyhogy aktuálisak ezek a témák most nálunk, hogy kinél, hogy történik a gyerkőznek a fejlődése, de a legjobb példa erre legutóbb voltam Mörte Reninek az egyik születésnapján, amikor egy kerek születésnapot ünnepeltünk ráadásul, és olyan jó volt régi volt csapattársaimmal találkozni, és ott a Renivel beszélgettem is, és mondta is, hogy hát igaz, hogy nem tartjuk napi szinten a kapcsolatot, de milyen jó, hogy tényleg tudunk beszélni néha, vagy összejövünk egy-egy alkalommal, és ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezeknek a kapcsolatoknak, hogy ezek így megmaradtak a sport után is, és még amellett a tanulmányaimban is rengeteget segítenek a volt csapattársaim, hiszen segítenek nekem a kutatásaimban, úgyhogy innen is szeretnék nekik hálásak lenni, hogy nem csak barátok maradtak, hanem támogatnak a sport utáni karrieremben is, úgyhogy tényleg ez is olyan jó dolog, hogy megmaradtak ezek a barátságok. A szurkolók azok fantasztikusak, szerintem voltak is, meg most is azok, ahogy így látom, és követem ugye a győri eseményeket. Nekem mindig az volt nagyon meghatározó, amikor éreztem a szeretetüket, akár amikor a nevemet skandálták, és nem csak akkor, amikor ETO játékos voltam, hanem utána is, ha esetleg más csapatnál voltam, mindig éreztették velem, hogy mint sportoló tehát hogy fontos voltam számukra, és ezek olyan jó érzések, hogy tényleg utána is mindig a szívükbe zártak, és egy kedves szóval, vagy tényleg buzdítással, amilyen csak végén, vagy odaszóltak, tehát hogy egy csodálatos közeg van ott, és én ezt is szeretném nekik üzenni, hogy a jövőre nézve tartsák meg ezt, hiszen ez olyan jó a sportolónak, hogy érzik azt a kívülről jövő szeretetet is.